Kísérlethez szükséges eszközök: csavarrugó, ismeretlen tömegű test, mérőléc, érzékeny erőmérő, ismert tömegű test, állvány és topperóra. A mérés elvi alapja. Ismerjük, hogy a csavarrugóra függesztett test rezgés ideje a rugó állandótól és a test tömegétől függ. A rezgés idő és a rugó állandó ismeretében kiszámítható a rezgő test tömege. Az ismert képlet T egyenlő 2 pi szer négyzetgyük alatt M per D. A mérés menete. Először meghatározzuk a rugó-rugó állandóját. Ez úgy történik, hogy megmérjük a rugó hosszát nyújtatlan állapotban. Majd ráakasztunk egy ismert tömegű testet a rugóra. És így is megmérjük a megnyújt rugó hosszát. Ebből kiszámítható a rugó hosszának változása, és az ismert összefüggés alapján M szer G egyenlő D szer delta L, azaz a D rugó állandó a tömeg gravitációs gyorsulás szorzata osztva a hossz változással. Ezután a rugóra az ismeretlen tömegű testet akasztjuk. Függőleges egyenes mentén, nem túl nagy, talán 2-4 cm-es amplitúdójú rezgésekbe hozzuk a testet, és 10 teljes rezgésnek időtartamát megmérjük stopperrel. Ebből kiszámítjuk a rezgő test rezgés idejét, majd a test tömegét.